képviselői beszámolók a testületi ülések fontosabb napirendjeiről, döntéseiről. Az elkövetkező percekben a szeptember 15-i képviselőtestületi ülés képviselői beszámolóit láthatják. A mai képviselőtestületi ülésből én egy napirendi pontot emeltem ki, Beregszász testvérváros támogatási kérelmét, ami tulajdonképpen arról szól, hogy Beregszász város vezetése egy rekreációs turisztikai központ létrehozásáról döntött, amelyet egy felújítandó kúria épületben kívánnak megvalósítani. Ebben a projektben és ebben a tervben nem csak helyi fiatalok táboroztatását szeretnék megoldani, hanem többek között Ferencváros fiataljait is nagyon szívesen vendégül látnák, miközben Beregszászról ide érkező fiatalok Budapesttel ismerkednének. Beregszász város vezetésének szándékai szerint többek között Ferencváros, Hajdúböszörmény és Tiszaújváros önkormányzatai által nyújtott támogatásokból a kúria udvarában 2 darab 2-szintes faházat szeretnének felépíteni, amelyben 50 fiatalt szeretnének vendégül látni. Mindemellett a park, a kúria park területén közparkot, műfüves pályát, illetve köztéri játszó eszközöket szeretnének még kialakítani. A Ferencváros képviselőtestülete a mai ülésén döntött arról, hogy 10 millió forint támogatást nyújt Beregszász testvérvárosunknak. A képviselőtestület a mai ülésén módosította a ferencvárosi kitüntetésekről szóló rendeletét, és megalkotott az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére egy 1956-hoz kapcsolódó kitüntetést. Ezt minden évben olyan magánszemély vagy szervezet részére adományozza a képviselőtestület, akik az 1956-os harcokban aktívan részt vettek, akár közéleti, politikai vagy bármilyen formában, illetve olyan személyeknek, akik az 1956-os szabadságharc hagyományainak ápolásában, ismeretterjesztésében aktívan részt vesznek. Az önkormányzat a 60. évfordulóra számos programmal készül, például a Kulpinszki Eleonóra képviselő javaslatára Tompa utcában egy szobor felavatására kerül sor Tompa utcai felkelők tiszteletére és emlékére. Ezen kívül a Pince Színház is számos programmal készül erre az alkalomra, illetve a Bakás téren lesz egy nagyszabású performance, ahol az 56-os harcok megelevenítése fog történni. És az önkormányzat megalkotott egy mobil applikációs sétát is az 56-os eseményekhez kapcsolódóan, akik például József Attila mobil applikációt használták egy ahhoz hasonló sétára alkalmat adó applikációhoz. Talán amit a nézők számára én a legfontosabbnak tartok, az a város rehabilitációval kapcsolatos napirend, nevezetesen a Haller utca 48-55-52-54-es számú házaknak a felújításával kapcsolatban döntött ma a testület egy pályázatról. Vannak ebben jó hírek és vannak rossz hírek. A jó hír, hogy egy pályázati kiíráson részt veszünk, 2 milliárd forinttal pályázunk rá, hogy annyit kapjuk a házak felújítására, és én nagyon bízok benne, hogy ezt meg is kapjuk. Lesz ebben olyan program, ami a felújításról szól, a fizikai felújításról, és van, ami egyébként a lakókkal való foglalkozásról. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy ez a pályázati kiírás, amit a kormány most kiírt, az sajnos nem azt a tendenciát folytatja, amit mi már korábban elkezdtünk a Ferencvárosban. Nevezetesen, hogy lakó házak esetében a lakásokat újítjuk fel, a komfortfokozatot javítjuk, a külső vécéket megszüntetjük, ahol nincs zuhanyzót, csinálunk zuhanyzót, fürdőszobát, és utána pedig a ház külső részét is felújítjuk. Ez a normális menet. Ez a pályázat pont fordítva van. Most szép lesz kívülről, ki lesz szépen festve a ház, majd puccos lesz, ahogy szokták mondani, de belül a lakások mind komfort nélkülek maradnak, ami olyan. Jelzem, ebben a 4 házban 170-180 lakás van, ennek a fele komfort nélküli. Ezeken nem fog történni semmi. Ez sajnos rossz hír a lakók számára,
De hát mivel a kormány ilyen pályázatot írt ki, legalább annyit tudunk csinálni, hogy a homlokzatfelújítást megcsináljuk. Kívülről szép lesz, de belülről sajnos nem fog változni semmi. Az első napirendi pontba leköszönt a régi rendőrkapitány, az új rendőrkapitány pedig bemutatkozott. Én még napirend előtti pontba elmondtam, hogy több ember megkeresett a kerületbe. A Haller utca 11-13-ba nyílt egy új munkásszálló, ahol olyan emberek találhatók, akiknek a bokáján követő van felszerelve. Az emberek nem mernek átvenni a szembelévő közérbe, ami a munkásszálló alatt van, mert ezek az emberek zaklatják őket, leöntik föntről az emeletről, dobálják, vegzálják, beköltöztek már a Haller Parkba is, oda sem merik az emberek a kutyáikat bevinni, sétáltatni, mert ezek az emberek folyamatosan zaklatják őket. Többen megkerestek avval, hogy csináljunk ebből az ügyel valamit. Én elmondtam most a rendőrkapitánynak ezt az ügyet, mondta, hogy már két feljelentés történt. Kimentek, ellenőrizték a helységet, fokozottan ügyelnek arra, hogy rend legyen ezen a környéken. 28-án megyek a rendőrkapitányhoz elbeszélgetésre, átbeszéljük ezt a dolgot is, átbeszélünk más problémát is, ami a kerületben történik. Sok bejelentés van a Mávaszódi telepről, Lurdi háznak a parkolójában folyamatosan éjszakai versenyek mennek pénteken. Ugyebár a Haller Park sem biztonságos, rengeteg illegális szemetet tesznek le a környéken. Remélem, hogy tud majd segíteni az ő rendőrkapitány, egy fiatal rendőrkapitány, aki remélhetőleg meg szeretné mutatni azt, hogy ő alkalmas erre a helyre és bizonyítani szeretne, ezért nagyon remélem, hogy meg fognak oldódni a problémáik a lakosságnak.